Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Szeptember 28-án, 29-én országszerte, sőt Európa szerte zajlik a kutatók éjszakája, ami ugye a tudományos életpályát és egyáltalában a kutatói életpályát kívánja népszerűsíteni. És ha már tudománynál tartunk és kutatásnál, akkor stílszerűen egy kicsit az Alba Innovárral, a Digitális Élmény Központtal foglalkozunk a ma esti Közéleti Magazinba. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Laufer Tamást, a központ vezetőjét, illetve az IVS elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Nos, hát ugye, ha már tudomány és élmények és digitális központ, akkor mondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon innovatív és dinamikusan fejlődő terület, nem csak a városban, de hát a világon mindenütt. Ez így van, ugye. Nemrégen zártuk az évet, pontosabban nem is olyan rég volt a nyára mindig szívesen emlékszünk, hiszen azért az valahol a relaxáció, a pihenéssel is kötődik, és ezzel kapcsolatban mindig új és kellemes élmények jöhetnek, bár remélhetőleg az iskolával is így vannak ezzel a fiatalok. Tehát az első évadot nemrégen zártunk. Én azt gondolom, hogy mondhatni azt, hogy a tervezésem, ami azért elég merész volt, mert próbáltam felhívni a helyi civileknek, a politikusoknak, tanároknak, mindenkinek a figyelmét arra még jó másfél évvel ezelőtt, hogy ez mennyire fontos lehetőség, és akár 4000-4500 fiatal is mehet egy évbe, és egy-egy napot eltölthet az intézménybe, és ehhez képest 5500-on zártunk, vagy 5400 körül zártunk, tehát az, hogy minden 7. osztályos, minden 9. osztályos, és a 11-eseknek az öme, 44 iskoláról beszélünk, Székesfehérváron azok mind-mind egy-egy napot eltölthettek az Alba Innovár intézményébe, és a virtuális tértől, a digitális szabaduló szobán keresztül beszabadulhattak egy foglalkoztató központba, ahol a 3D-s nyomtatással, LEGO programozással, humanoid programozással és még egyéb más dolgokkal ismerkedhettek meg, és aki jobban érdeklődött a dolog utána ő szakköröken is részt tudott venni, és ez mindez köszönhetően tényleg a város támogatásának, és itt meg kell említenem az Arkoniknak, mert neki volt, egyébként többen is támogatta, de az Arkoniknak mindenképpen kiemelt támogatása volt, tehát köszönhetően ezeknek a támogatásoknak mindenki térítésmentesen részt tudott venni, és a mai napig is részt tud venni, és most jön a második évad. És akkor mondhatjuk, hogy akkor itt az esélyegyenlőség, vagy az egyenlő esélyek mentén zajlott ez az egész menetrend így, hogy térítésmentesen vehették igénybe. Ez fontos szempont volt? Abszolút. Ez abszolút kritikus. Tehát hogyha két szempontot kellett volna, vagy három szempontot kellett volna tekinteni, akkor az egyik az, hogy olyat tanuljanak a gyerekek, ami modern, ami már a valós, hogy mondjam, majd a későbbi munkás életükbe, vagy dolgozó életükbe belejátszik, és ez nem csak a gazdaságról, hanem a társadalomról is beszélünk. Tehát ismerjék meg a digitalizációt, a digitalizáció hatásait, és próbálják ők lenni az okok, és nem az okozat. Tehát, hogy ők próbálják ők befolyásolni a körülöttük lévő világot, és hasznos részesé lenni. A másik pedig az, hogy ehhez mindenki jusson hozzá. Tehát ne csak a tehetősebb szülőknek a gyerekei, hanem lehetőleg mindenki tudjon hozzájutni, és ennek a módszere pedig az volt, hogy megpróbáltuk elérni, és köszönhetően a tankerület, a szakképzési központ és az önkormányzatnak a hozzáállásához teljes mértékben sikerült, tehát nem volt egy kivétel az iskolák között, tehát mindenki nagyon szívesen részt vett a programjainkon, hónapokkal előre le voltak foglalva a napok, és amikor lehetett, mindig volt nyitott nap, annyi feladatunk és dolgunk volt, hogy mondjam, okulva az első év tapasztalataiból még három tanár csatlakozott hozzánk, úgyhogy most már összesen 9-en foglalkoznak a gyerekekkel az Alba Innovára, bár most már más feladata is vannak, nem csak kimondottan a digitális élmény és oktatás központ ellátása is. Talán mondhatjuk azt, hogy ez azért is fontos, mert egy kicsit ez úgy tűnik nekem ez a terület, hogy aki itt lemarad, vagy kimarad ebből, az gyakorlatilag azért egy ilyen elég végzetes hátrányba kerül aztán a későbbiekben, aki nem ért ehhez a területhez. Hát ezt én azt gondolom, hogy most már nem kell nagy orákulumnak lenni ahhoz, hogy ezt az ember
kimondja, hiszen most már a jelen is erről szól, tehát már jövő, amikor mondtuk azt korábban még, hogy majd 5 év múlva, majd 10 év múlva ez következhet be, nézzünk csak körbe, tehát az összes fehérvári nagyvállalat, pontosan a legnagyobb vállalatok egyértelműen csinálják, de nem csak a legnagyobb vállalatok, hatalmas beruházásokat, nagyon sok robotot hoznak be, ezekkel a robotokkal együtt kell dolgozni, ezeket karban kell tartani, kezelni kell őket, programozni kell őket, javítani kell őket, és ehhez egy másfajta tudás kell. Ezt nem lehet 2-3 hét alatt megtanulni, ehhez, hogy úgy mondjam, egyrészt kell egy digitális képesség, hogy legyen az embernek, de ne csak a digitalizációt hangsúlyozunk itt, hanem azt is, hogy mivel a környezet is várhatóan változni fog, tehát néhány évente más és más dolgokat kell megtanulni, tehát ehhez kellenek olyan képességek is, hogy az ember önállóan képes legyen ellátni bizonyos feladatokat, ugyanakkor képes legyen csapatba is dolgozni, kreatív legyen, tehát olyan, csupa olyan dolgot kell csinálni, amit ma, hogyha 10-ből 7 ember, és nem akarok megbántani senkit, vagy mondjuk azt, hogy 10-ből 5 embernek azt mondjuk, hogy menjen el Washingtonba, végezzen el egy feladatot, és jöjjön vissza, hát az biztos vagyok benne, hogy bepánikolna, mert azt se tudja, hogy kell repülőgéphegyet foglalni, ugye már nincsenek nagyon turista hivatalok, tehát ilyen a ügynökségek, amin keresztül kell, a reptereken elveszne, a metrókon elveszne, és egy csomó helyen elveszne, mert nem az a sablonnal kell dolgozni, amiben ő megszokott. És valahogy ezt így kell felfogni egy jövőbeni vállalatot is, tehát hogy lehet, hogy a vállalatnak a neve ugyanaz lesz, de hogy a feladatkörök azok folyamatosan változni fognak, folyamatosságot persze értsd úgy, hogy mondjuk 5 év múlva vagy 10 év múlva, de lehet, hogy egész más dolgot kell csinálni az embereknek, ezért kell az alapműveltségek mellé, ami az olvasás, írás nyilván, minél előbb, és mondjuk a matematika is, minél előbb a digitalizációs képességeket is megtanítani a gyerekeknek, ami nem programozás jelent szó szerint, hanem az, hogy képesek legyünk ebbe a digitalizált környezetbe együttműködni. Vagy otthonosan mozogni, nem? Így van, otthonosan mozogni. Hogyha csak az elmúlt hetek történéseit nézzük, akkor valóban mondhatjuk azt, hogy felpörgött az élet, hiszen ingyenes szakkörökről már beszéltünk, de új robotok is érkeztek, valamint felnőtt szakkör is indul, vagy hát felnőtt képzés, bocsánat, nem szakkör. Igen, az nem szakkör, tehát az mindegyik komoly, csak más műfaj. Alapvetően kétfajta robotról beszélünk, ezt már korábban is elmondtam, hogy amikor robotról beszélünk, akkor maga a robot az a valójában már a fizikai robot, az egyfajta megtestesítője annak a folyamatnak, ami történik, mert igazából az az automatizáció, tehát robot sok minden lehet, egy lift is önmagában egy robot lehet. De alapvetően egyébként kétféle robotot különböztetünk meg, van ipari felhasználású robotok, és vannak ilyen szolgáltatási funkció robotok. A szolgáltatási funkció robotok azok az emberrel vannak valamilyen kapcsolatban. Ez lehet persze szociális, lehet kulturális, lehet szórakozás, lehet egészségügyi, tehát sok ilyen terület van. A lényeg az, hogy ember-robot kapcsolat van. Ilyen nálunk a Pepper vagy a Nao, tehát a kisebb és a nagyobb humanoid robotaink. A másik oldal viszont az ipari robotok, ahol a munkahelyen találkozhatnak az emberek, és képzeljük el, hogy itt van előttünk ez a három szép dísztárgy, aminek gömb alakja van, és akkor ezeket a megformálásokat mondjuk egy robot végzi, de mondjuk a valamiféle megmunkálás, akár festés rajta embernek kell végezni, akkor az történik, hogy a robot oda teszi elém, egy szállítószalagon odaérkezik elém, valamit nekem kell csinálnom vele, és akkor tovább kell adnom, amit szintén egy robot végez el rajta egy munkát. És ez azt jelenti, hogy ott robot és ember együttműködik. És ezt meg kell tanulni az embereknek, nem csak az, hogy hogyan lehet együttműködni, hanem hogyan lehet beprogramozni, átprogramozni a robotot, mert későbbiekben egyre inkább meg fog szűnni az ember ebből a sorozatból. Ugye most már így néz ki. Régebben meg úgy nézett ki, hogy csak ember volt, most már vegyesen van. A jövőben valószínűleg a bizonyos feladatok gyártási, alapvetően gyártási feladatok ellátására csak robotok lesznek, de az, hogy a robotokat valaki összehangolja, ezekhez emberek kellenek, és ezeket kell megtanítani. Ennek az első lépése az, hogy egyáltalán ne csak
beszéljenek az internetről, és ne fetisizálják az internetet, hanem próbálják használni, mert lehet ezt szeretni, lehet ezt nem szeretni, de az kétségtelen, hogy aki használja, sokkal több információhoz, sokkal több előnyhöz tud jutni, tehát azzal, hogy használja, sokkal gyorsabb lesz, sokkal hatékonyabb, eredményesebb, adott esetben sokkal olcsóbban tud vásárolni, hogyha a kereskedelmi oldalait nézzük ennek a dolognak. Csak sokan nem merik bevallani, hiszen ott a gyerekük az ügyesebben csinálja már, vagy a szomszéd ügyesebben csinálja már. Sokszor még a tanárok se ezért nem merik bevállalni igazából. És ez a, tulajdonképpen ez a kurzus azon próbál segíteni, hogy akár 50-en felettiek is vegyenek részt. Ez maximum 20 emberből áll, kétnapos kurzus, és olyan ez olyan alap készségeket tanítunk nekik, mint az elektronikus levelezés, hogy hogyan tudnak egy dolgozatot elkészíteni mondjuk interneten keresztül és azt beadni, hogyan tudnak egy pályázatot megtalálni, hogyan tudják megkülönböztetni a hamisat az igaztól, ami persze nagyon nehéz, ezt tudjuk, hiszen sokszor a leghitelesebb oldalakról is jönnek be hamis információk, de mégis kísérletet teszünk rá, legalábbis a technikáját mutatjuk meg ezeknek a dolgoknak, hogyan lehet vásárolni, hogyan lehet ezzel visszajönni. Tehát egyfajta ilyen tudatos használatot próbálnak megtanítani? Tudatos használatot, egy kicsit többet is, hiszen ezek az emberek nem nagyon használtak még ilyen eszközöket, és akik használtak, internettel kapcsolatba kerültek, majdnem mind kizárólag okostelefonon keresztül, tehát nem számítógépen keresés. Az okostelefonok azért máshogyan működnek, mert ott egy célorientált alkalmazás van, ami abba az irányba vezeti eleve a kezeket, olyan, mint egy tévékapcsoló, hogy felesleges dolog alapvetően nincsen rajta, vagy jó esetben nincsen rajta. Viszont magán egy számítógépen sok minden van rajta, és próbáljuk azt megtanítani, ehhez kapnak is egy emlékeztetőt is, egy nagy tananyagot, meg egy kicsi tananyagot, egy kicsi emlékeztetőt, amikor otthon majd előveszik ezeket a dolgokat, akkor tudják azt, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben ezeket a feladatokat elérni. Ez a kétnapos, egyébként ez már megy, és ez úgy megy, hogy először ilyen nagy vállalatokkal egyeztünk meg, az Arconic, Videoton, videotonosok már valamennyire megismerték ugye a tanfolyaminkat, és azt kell mondanom, hogy az első napok után ez tényleg nagyon sikeres volt, nagyon izgalmas volt, amikor kollégáink is izgalommal várták. És van egy hosszabb fajta képzési folyamat is, na ott akarjuk bevetni ezeket az ipari robotjainkat. Tehát ezek az új robotok. Ezek az új robotokat, amiket nemrégen be is mutattunk egy sajtótájékoztatón. Ezt dobotnak hívják, vagy dobot magician, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen bűvész, vagy mágia, mágikus erővel rendelkező robot, de a lényeg az, hogy igazából ez szimulálja, de nagyon jól szimulálja a nagy ipari robotokat, és gyakorlatilag minden folyamatot, akár a programozását is, de nem csak magát a szállítását és a megművelését, hanem mondjuk a 3D készítés, vagy gravírozás, még sok mindent lehet ezekkel csinálni, és nyilván az a célunk, hogy a tanfolyam ebbe a részébe, hogy játékos körülmények között, tehát mondjuk azt, hogy könnyedén próbáljuk rávenni ezeknek a rendszereknek először a logikájának a működési logikájának a megértésére, és amikor ez már megvan, akkor a programozására is valamilyen szinten. Azt szeretnénk elérni, hogy olyan emberek, akik soha nem foglalkoztak internetre, de motiváltak, van bennük késztetés, és van egy vállalati bizalom is, mert ez úgy néz ki, hogy először mondjuk jönnek 20-an vagy 40-en részt vesznek egy ilyen tanfolyamokon, és a legmotiváltabbakat, legügyesebbeket kiválasztják, és akkor ezek az emberek pedig részt vehetnek egy 8-7-es képzésen, ami több hónap alatt, tehát körülbelül 5 hónap alatt zajlik, mert ők valójában ők folytatják a munkájukat, tehát folyamatosan dolgoznak, csak úgy szervezi meg a vállalat a munkájukat, hogy ők mondjuk egy 5 napos hétből 2 napot akkor arra az időszakra kivesznek. Tehát azért ez valóban egy nagyon nagy bizalom ez a kollégák fele, de azzal a célra, hogy néhány hónap alatt elérjük azt, hogy ezek a kollégák egy magasabb szintű munkakört tudnak ellátni. Hogyha ez a modell sikerül, akkor őszintén szóval
egy újfajta képzési módszert sikerül, azt gondolom, hogy sikerül életbe hozni, vagy működésbe hozni, ami nagyjából úgy zajlik le, hogy az ipar és az oktatási szektor, vagy az ipar, önkormányzat és a civilek között hogyan lehet megtalálni egy olyan olyasfajta együttműködést, ami mindenkinek hasznos és mindenkinek jó. Nyilván hasznossága az látszik abból is, hogy mondjuk a piaci szereplő, a cég az ugye elengedi, sőt munkaidőben elszámolja nekik ezt a képzést, hiszen neki is jó, hogyha a munkaerő az képzettebb lesz, gondolom én. Hát abszolút. Van itt egy másik probléma is, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni. Főleg nagyon nehéz magasabb szintű munkaerő. Bár minden, most ugye azt tudom mondani, hogy minden munkaerőt nagyon nehéz találni, mert Fehérvár a komoly nagy ipari város, és már gyakorlatilag teljesen elszívta a környezetéből, tehát egy vákum van a környezetében, sőt már a távolabbi környezetében is, tehát buszok hordják az embereket Székesfehérvárra. Viszont még egyszer azt kell látni, hogy néhány év múlva ez a trend meg fog fordulni. Tehát néhány év múlva a robotizáció, és nem azért van csak robotizáció, mert hogy az embereket helyettesíteni akarják, mert hogy nem találnak Fehérváron, meg más városokban már elég embert, mert azért még összességében van ember a világban, akit lehetne működésbe hozni, hogy így mondjam, hogy behozni a gazdaságba, hanem azért is, mert a robotok sokkal hatékonyabban dolgoznak. Még egyszer, amikor a robotokról beszélünk, akkor nem a Terminátorról beszélünk, hanem mindenféle ilyen automatizált rendszerekről beszélünk, és igazából a Székesfehérváron lévő vállalatoknak is az a kihívás, hogy nekik nem elégséges a jelen produkciójuk a jövőben. Tehát nekik 2-3-szor annyit kell termelniük egy évbe az ő gyáraiba, úgy, hogy ők versenyképesek maradjanak mondjuk egy dél-koreai, egy kínai, egy brazil, meg más egyéb, vagy akár egy német vállalattal szembe. Tehát ezért kényszerülnek rá, hogy a nagyobb automatizációt csinálják, viszont ha ez nagyobb lesz, akkor kevesebb emberre lesz igényük, de azok a kevesebb ember, azoknak sokkal jobban kell érteni ezekhez a robotokhoz. Tehát ezért van szüksége minden gyereknek digitális képességet tanulni. No, innen fogjuk folytatni. Előtte azonban jöjjön egy összeállítás, hiszen nem régiben vehetett át egy elismerést Székesfehérvár polgármestere, amelyben hát nyilván az Alba Innovár is vastagon szerepet játszott. Jöjjön most az összeállításunk. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége a negyedszázados jubileumát ünneplő ment a konferencia keretében immár 20. alkalommal adta át a Gyúrós Tibor díjakat. A legnagyobb ágazati szövetség minden évben 4 kategóriában díjazza a digitális gazdaság és az oktatás legjobbjait. Ez évben a rangos szakmai grémium döntése alapján az év digitális oktatás nagykövete elismerést Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere vehette át. Ismét sikerült bizonyítani, hogy van lehetőség összehangolni egy 1000 éves kultúrát, egy hagyományrendszert, értékeket, és a modern világot, a digitalizációt, a digitális világot egymással. Ezek nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő folyamatok is tudnak lenni. Azt gondolom, hogy ennek egy szép jele most ez az elismerés és ez a díj, és valóban ez a díj, bár most személyesen én vehettem át, de azt gondolom, hogy Székesfehérvárnak szól, és minden olyan szereplőjének, városunknak, minden tagjának a közösségnek, aki tett valamit azért, amit mi Alba Innovárként létrehoztunk és amit működtetünk. Ebbe beletartoznak azt gondolom azok a szakemberek, akik az IVS részéről az informatikai, digitalizációs szakmai tartalmat kidolgozták, folyamatosan végzik a most már több mint 5000 diáknak a képzését, a felnőtt képzéseken vesznek részt, a nyári táborokat, a tehetséggondozást végzik. Én úgy gondolom, hogy nekik nagy köszönet azoknak a gazdasági szereplőknek, akik a dolog mellé álltak, akik segítik az alapítványt, a várost ebben az együttműködésben, és ugyanennek az egésznek a nagy részét az önkormányzat finanszírozta, de hát az önkormányzat a gazdasági szereplők adójából tudta ezt finanszírozni, és az ott dolgozók munkájának köszönhetjük ezt az adóbevételt. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy rengetegen tettek azért közvetett vagy közvetlen formába, hogy az Alba Innovár létrejöjjön, és hogy ennek volt értelme, azt gondolom, hogy elsősorban pont a több mint 5000 diák, az 5000 fiatal bevonása jellemzi, és az, hogy ez eljutott máshova, az pedig azt gondolom, most ez a nagyköveti cím, amit én vehettem át, de azt gondolom, hogy Székesfehérvár mától a digitális oktatás, a digitalizáció nagykövete.
Az Arbai Novár Digitális Élményközpont létrehozása mérföldkő volt hazánkban, és én azt gondolom, hogy egy remek példa arra, hogy a Modern Városok program keretében akár mások is kövessék Székesfehérvár példáját. Igen, és ezt kezdeményeztük is a kormányzatnál, a minisztériumoknál, hogy az Alba Innovár mögött most már ott van egy másfél év, nagyon sok tapasztalattal, nagyon sok szakmai tudással, nagyon sok tapasztalattal a diákok, a fiatalok részéről, vagy a felnőtt képzésben mondjuk éppen a felnőttek részéről, tanárok részéről, hogy érdemes talán ezt első körben az összes megyei jogúvárosban, aztán pedig kisebb településeken is megvalósítani. Nem egy olcsó központ ez, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt mindenki megteheti. Nyilván nekünk erős gazdaságunk van, és szeretnénk, hogy erős gazdaságunk legyen 10-15 év múlva is, ezért fektettünk ebbe bele. De akinek nincs erre lehetőség, az pedig reményeim szerint állami vagy pályázati forrásból hozzá fog tud jutni ahhoz, hogy az ottani gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is rendelkezésre álljon egy ilyen központ. Lehet akármi a véleményünk a digitalizációról. Jó, lehet erről beszélgetni esténként asztaltársaságoknak. Nagyon sok kérdést és kérdőjelet is felvett természetesen, de az ténykérdés, hogy különösen a mai fiatalok ebbe fognak belenőni, és ez lesz az ő életterük, amiben ő nekik boldog felnőtt életet kell majd kialakítani. Elképzelhetetlen a digitalizációs tudás nélkül, az pedig a mi felelősségünk, hogy ezt a tudást és ezt a hozzáállást megkapják, de ennek előnyeivel és kockázataival egyaránt. Mindenképpen fontos, amit mondott polgármester úr, ugyanakkor ne feledjük, hogy az egyetemi szintű informatikai oktatás már jó úton jár, de akkor lehet ez eredményes a későbbiekben, ha az általános iskolákban, illetve a középiskolákban is elterjed. Ebben az értelemben Székesfehérvár szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen nálunk már Székesfehérváron elindult ez a folyamat. Valóban így van, és ez a központ, az Alba Innovár, ez nem csak Magyarországon kuriózum, hanem a tudomásunk szerint közép-európai szinten és európai szinten sincs túl sok ilyen jellegű központ. Tehát nyugodtan mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy azok az általános iskolai vagy középiskolás diákok, akik ebben a programban részt vesznek, olyan környezetben és olyan szakmai tartalommal kapják meg ezt a tudást, amivel abszolút versenyelőnyben vannak, nem csak a magyar, hanem az európai diákok jelentős részével szemben is. Mi ezt a versenyelőnyt szeretnénk a fiataljaink számára megtartani, mert még egyszer elmondva, hogy előnyökre és kockázatokra, veszélyekre egyaránt fölhívva a figyelmet. Ehhez kellenek a szakmai partnerek, kellenek a céges támogatók, hiszen szeretnénk tovább lépni, különösen a felnőtt oktatás tekintetében, hiszen kiemelten cél az, hogy a műszaki felsőoktatásban résztvevők ez a tudáshoz hozzájuthassanak, hogy a robotikával megismerkedhessenek mondjuk az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karán, vagy éppen a Corvinus Székesfehérvári kampuszán, és a felnőtt képzéssel pedig a ma munkavállalóit is fölkészítsük arra, ami robbanásszerűen betört Székesfehérvár iparába is. A robot nem a jövő, a robot a jelen, és vele együtt kell tudnunk élni, nem elfelejtve, hogy fontos ennek a társadalmi hatásait is megvizsgálni, és részben pont ezért hoztuk létre az új kutatócéget, hogy az pedig vizsgálja, hogy ez milyen változásokat fog a közösségi életbe, a társadalmi életbe, a társadalmi normákba hozni, és hogyan kell a várost fölkészíteni erre a jövőre, amiről még egyszer lehet akármi a véleményünk, de be fog következni. Az a dolgunk, hogy fölkészítsük a várost, azon belül a felnőtteket és a fiatalokat is erre. Erről szól az Alba Innovár, és talán ezért kapta meg Székesfehérvár most ezt a megtisztelő elismerést a digitalizációs, illetve informatikai területen dolgozó cégektől ebben az országban. Amiért a társadalom elhangzott, Cserpakovics András Magyarország polgármesterei közül elsőként karolta fel a digitális oktatás ügyét. Támogatásának és munkájának köszönhetően hazánkban elsőként az Alba Innovár Digitális Élményközpontban a fehérvári fiatalok szociális helyzetüktől függetlenül ingyenesen ismerkedhetnek meg a digitális világgal. Nos, hát nagyon sok fontos dolog elhangzott a jelennel és a jövővel kapcsolatban. Egyébként mi a tapasztalatuk, hogy nyitott már erre a társadalom? Mert nyilván, aki elmegy az Alba Innovárba, az nyitott, de hogy... Csak így most így végfutattam magamba, hogy ki nem nyitott, de én azt gondolom, hogy igen, abszolút akarna. Tehát ez tényleg csak egy egyszerű heti emléket hadd idézek fel, vagy élményt inkább azt kell mondanom, hogy ugye 20 ember, aki még nagyon nem foglalkozott internettel, eljött a képzésre, tehát felnőttekről beszélünk. Persze
benne volt az, hogy ők jelentkeztek erre az egész programra, és szerették volna csinálni, de 8 órás programban vett részt. És még a 8. órában is borzasztó aktívak voltak, és őszintén azt mondta, tehát ott volt egy vezető beosztású kollega is az egyik, tehát a partner részétől, és mondta, hogy hát ez egész fantasztikus ez a fókusz, ez a koncentráció, mert azért a felnőtteknél, amikor itt tanulni kell, úgy, tehát értekezleteken szokták észrevenni, hogy már fél óra után lassul ez az összpontosítás, és itt bár voltak persze olyan részek, amikor tipikusan ebéd után, ugye, amikor úgy lankad a figyelem, de akkor megpróbáltunk olyan dinamizáló, játékos feladatokkal visszahozni őket a teljes koncentráltságba. Tehát azt kell mondanom, hogy rajtuk is látszott, hogy nekik ez fontos. És én azt gondolom, hogy a különböző ilyen programozási, tehát országban a különböző programozási képzéseknek az elterjedésében is látszik, hogy ez bizony-bizony, ez kezd egyre fontosabb lenni. A probléma az, hogy nagyon kevés olyan tanár van a gimnáziumokban, középiskolákban, akik természettudományos területekkel, vagy tehát az informatika is itt nyilván természettudományos területként szerepelhetne, tudnak foglalkozni, és sokkal több az idősebb, aki kiesik a rendszerbe, mint a fiatal, aki bemegy a rendszerbe. Tehát valamit ezzel kell tenni, mert lehet azt mondani, hogy nincs annyi tanár, aki megfelelően tudja tanítani, ezért is lenne nagyon fontos, hogy a digitalizációt ne az informatikai tanároktól tanulják meg, mert ők a valamiféle ilyen silabuszon keresztül az alapprogramozási, illetve az alap számítógépe kapcsolatos dolgokat tanítják meg, hanem mindenki a saját területén megmutassa azt, hogy de ne csak megmutassa, hanem használja, tehát a mindennapi használatban mutassa meg azt, hogy hol van ennek értelme, és hol lehet ezzel gyorsabban dolgozni. Tehát ne lexikont használjanak, hanem használjanak keresőt, és tudják eldönteni a gyerekek, hogy egy találatba, hogy az mennyire nagy az esély, hogy az egy igaz találat, tehát hogyan tudják azt finomítani, azt a találatot. Ez a készség, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy ők nekik most egész pontosan kell adott esetben egy dátumra emlékezni, de ezt mondjuk ez az én véleményem, amellett, hogy fontos a memória, meg egyéb szempontokból az összes dátumot megtanulni, meg nagyon sok mindent megtanulni, de még egyszer, tehát most arról beszélünk, hogy miről szól a mostani élet, és a mostani élet nem arról szól, hogy fejből fel kell mondani nagyon sok dolgot, és emlékezni kell nagyon sok dolgokat, hanem tudni kell azt, hogy mihez tudok hozzányúlni, kivel hogyan tudok együttműködni, és hogyan tudok valami produktivitást csinálni. Tehát a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy hogyan legyenek kreatívak, tudjanak rajzolni, tudjanak festeni, nyilván ez is egy fontos része a dolognak, de ugyanakkor tudjanak programozni is, mert ugyanúgy az is fontos. Tehát amivel mi mások tudunk lenni, tehát amivel mi nem vagyunk olyan könnyen lemásolhatóak, mi attól leszünk különbek, mint egy számítógép, mert a számítógép az lemásol mindent, ami lemásolható. De akkor ehhez eszköz is kell. Természetesen. Ez gondolom a másik kérdéskör. Igen, eszköz is kell, tehát eszköz és ember. Viszont én azt gondolom, hogy hiába adunk notebookokat, az egy kritikus része nyilván, tehát ló nélkül nem lehet lovagolni, de lovas nélkül se. És valahol mégis én azt gondolom, hogy a lovas az a kritikus eleme a lovaglásnak, és nem annyira a bár ezen nyilván lehet vitatkozni. De a lényeg az, hogy ha azt mondjuk, hogy pénz, tehát van pénzünk, akkor lovat könnyű szerezni, eszközöket könnyű szerezni, de ha van pénzünk, még akkor se könnyű tanárokat szerezni. Én ezért egyébként javasoltam, most nem Alba Innovár, hanem IVSS színekbe is, tehát országos szinten is az IVS javasolja, hogy legyen egy ipar és oktatás rendszer szintű megegyezés, hogy az iparból átjárhassanak ilyen különböző természettudományos tantárgyakat tanítani az emberek, és ne legyen presztízs kérdés, és ne legyen ez problémás. Tehát most tudom, hogy fantáziálok ebbe a pillanatban, de azért annyira nincs távoli jövő, tehát a franciáknál, németeknél nem egy munkahelyen, például a Deutsche Telekomnál, németeknél 32 órás munkahelyek vannak. Tehát 4x8 órát kell dolgozni, és most képzeljük el, hogyha a 5. nap mondjuk
az a dolgozó, tehát nem feltétlenül mindenki természetesen, az átmenne az iskolába és átadná a tudását, és akkor ő tanítaná a programozást, vagy a matematikát, vagy a fizikát, vagy a kémiát, vagy a biológiát. Így lehet nyerni egy plusz tanárt, és persze azt lehet mondani, de hogy ő nem tanár, meg ő nem azon a vonalon ment végig, de hogyha nincsen tanár, egy, kettő, pedig ne becsüljük alá az ipari tapasztalatot. Nyilván hát a gyakorlati tudás azért ott. Én azt gondolom, hogyha meg akarjuk oldani ezt az akut tanárhiányt ebben a pillanatban, ami van az egész rendszerben, illetve hiányzik az egész rendszerből, ez valahogy egy iparoktatás együttműködése lehet, ugyanúgy, mint ahogy most próbáljuk megoldani a munkás hiányt az iparba egy olyan együttműködéssel, hogy gyakorlatilag az ipar összefog a civil, de mondom Székesfehérváron egy háromszög van, tehát a civilek, az önkormányzat és az ipar fogott össze, és akkor próbálnak valamiféle olyan mintát meghonosítani, megvalósítani, ami később példaértékű lehet. Hogyha már az oktatás területét említettük, akkor kanyarodjunk vissza a beszélgetésünk végén ugye a kutatók éjszakájához, és hát itt is egy együttműködésben mutatkozik be majd, vagy közös projekten mutatkozik be az Alba Innovár, hiszen a munkatársak ott lesznek majd az Óbudai Egyetemen. Mit lehet tudni erről a projektről? Hát ez egy nagyon izgalmas kísérlet, amiben holnap részt veszünk. Itt a Székesfehérvári IBM vállalatnak a kollégáival összefogtak a mi kollégáink, és mi odaadjuk a humanoid, vagy pontosan bevisszük a rendszerbe a Pepper robotunkat, azt a 120 cm-es kis japán robotot. Ők pedig a úgynevezett mesterséges intelligenciájukat, ami Watson néven fut, ami tulajdonképpen az egyik legfejlettebb ilyen mesterséges intelligencia termék a világban, azt próbáljuk valahogy összehozni. Ugye ez is az éteren keresztül, hiszen nem fizikailag ő nincs itt a Watson, hanem az valahol, tehát különböző rendszerekben lakozik, de hogyha ezt sikerül összehozni, akkor a Pepper nagyon sok játékot fog tudni egyszerre, felismer különböző feladatokat. Hát nem tudom, hogy a kollégák most is ebben a pillanatban még dolgoznak, úgyhogy nagyon izgalmas, mert körülbelül 2-3 hete álltunk neki, és ez nem folyamatos, hanem mindig, amikor ráérnek a mérnökök, akkor tudnak ezzel foglalkozni. De én nagyon sok reményt és optimizmust is fűzök ehhez a kapcsolatrendszerre, amit most elkezdtünk a Watsonnal, tehát Pepper és Watson között, mert ez látványossá teszi a mesterséges intelligenciát. Nagyon sokan a mesterséges intelligenciát valami olyan megfejthetetlen, olyan utopisztikus, valami űrszerű dolognak képzeli, hogy az valahogy minden, vagy ilyen szinte istenszerű dolognak, hogy valahogy mindenkinél okosabb, mindenkinél többet tud, pedig a mesterséges intelligencia az, hogy úgy mondjam, látható. És a látható formája az, amikor mi valahogy szembe kerülünk vele. Képzeljen el például egy, és tényleg nem akarok erről külön beszélni, csak a mesterséges intelligencia engem rendkívül izgat, és érdekel, és foglalkozok is vele, hogy amikor valakinek egy protézise van, mert valamilyen szerencsétlenség történt a kezébe, akár betegség, akár baleset kapcsolatában, és ilyen emberre én már találkoztam, és beszélgettem is, őt előadását is láttam, és kap egy protézist, és ő az izmain keresztül megtanítja saját magát protézisét arra, hogy fejlessze, hogy ő hogyan mozogjon a keze, tehát hogy hogyan mozgassa az ujjét, hogyan tudjon megfogni valamit, és ezt úgy, hogy ő folyamatosan együtt él a kezével, illetve a protézissel, és akkor látja azt, hogy az izmai hogy reagálnak, és amit rendszeresen ugyanúgy meg tud mozgatni izmát, azzal már bizonyos mozdulatokat irányíthat. De hát ezt folyamatosan finomítani kell és programozni kell. Na ezt hívják egyfajta machine learningnek, tehát gépi tanulásnak, és ez is a mesterséges intelligencia része. Szóval sok ilyen apróságokból áll a mesterséges intelligencia, és nagyon-nagyon távol vagyunk még, bár lehet, hogy fogjuk még látni, de nagyon-nagyon távol vagyunk még attól, hogy van egy ilyen megfoghatatlan agy a világon, aki, mint az Óza mesekönyve, aki mindenkinél okosabb. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és egy kicsit a digitális világba betekintést nyerhettünk. Köszönöm a meghívást, örömmel voltam itt.
Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, viszontlátásra!